Sziasztok! Ez itt az Access Point Vlog 32. része. Ebben az epizódban befejezzük az Unifi termékcsalád bemutatását. Lássuk, mit tudnak a kontrollerek. Az Unifi termékcsalád tagjainak rendszerbe foglalásához, programozásához az Unifi Controller szükséges, ami egy könnyen skálázható, ingyenes program Windowsra, Linuxra, macOS-re egyaránt telepíthető. Aki jobban preferálja a hardveres megoldásokat, az választhat a Cloud Key és az Application Server XG között is. Fontos kiemelni, hogy a szoftverben nincsen maximalizálva felügyelendő eszközök száma. A kisebbik fizikai kontroller quad-core-os CPU-val 2 GB RAM-mal rendelkezik, ami hozzávetőlegesen egy USG-t, egy switchet és 24 access pointot tud kiszolgálni, nagyjából 1000 felhasználóval. A termék akár 5 voltról, akár 48 voltos poliról is üzemeltethető. A csomag egy TF kártyát is tartalmaz, amire képes az eszköz automatikus mentéseket készíteni. Az Application Server a Xeon D1521-es CPU-jával, 32 GB RAM-jával tekintélyes méretű hálózatot képes kiszolgálni. Az 1U magas, két darab 10 gigabites Ethernet porttal rendelkező szerver előre telepített Unifi és Unifi videó szoftverrel érkezik. Bármilyen platformon is használjuk az Unifi kontrollereinket, ingyenesen elérhető számunkra az Unifi Hybrid Cloud szolgáltatás, amivel az összes vezérlőnket távolról menedzselhetjük. Ennek a megoldásnak hála több, külön helyre telepített kontrollert is tudunk vezérelni böngészőből, vagy a Ubiquiti mobiltelefonos alkalmazásán keresztül. A vezérlő szoftver nagyban megkönnyíti az üzemeltetők feladatát, mivel a beállításokat, firmware frissítéseket egy gombnyomással küldhetjük akár több száz eszközre is egyszerre, ezzel lényegesen lerövidítve a beüzemelést és a karbantartási munkálatokat is. Esetleges rendszermeghibásodás esetén segít detektálni a hibát a beépített térképek és topológiai nézetek segítségével. A kontroller működése során az azonos Layer 2-es hálózatban található Unifi eszközöket felderíti, és egy gombnyomással adottálja is őket. Következő lépésben a már korábban létrehozott beállítások aktiválódnak is a frissen adoptált eszközökön. A rendszer lehetőséget biztosít arra is, hogy Layer 3-as hálózaton, például az interneten keresztül vezérelje a berendezéseinket, így nem szükséges azonos hálózatban lennie a kontrollernek és az eszközöknek. Ezzel elérhetjük azt is, hogy egy fizikai kontroller segítségével több teljesen különböző hálózatot menedzseljünk. A rendszerbe integrált hotspot portálnak köszönhetően lehetőségünk van publikus internetet szolgáltatni ingyenesen, voucherekkel, vagy akár egy beépített payment gateway-ek segítségével. A jelenleg még beta funkcióban elérhető Facebook Wi-Fi is komoly potenciált hordoz magában. Ezennel lezárjuk az Unifi termékcsaládot bemutató sorozatunkat. Iratkozzatok fel csatornánkra! Köszönjük a figyelmet, sziasztok!